Imádkozzunk. Atyánk Istenünk, köszönjük neked, hogy ismerhetünk téged, és köszönjük, hogy az énekíró bizonyságtétele a miénk is lehet. Személyesen megtapasztaltuk életünkben nagyságodat, abban is megmutattad hatalmadat, hogy megismertetted velünk bűnös életünket, abban is, hogy megismertetted fiatban Jézus Krisztusban a megoldást elveszett életünkre. Köszönjük bűneinknek a bocsánatát, az örök életnek a bizonyosságát, és köszönjük, hogy nagyságot, hatalmat, bölcsességed, irántunk mutatott szereteted a záloga annak, hogy az elkövetkezendő életszakaszunkat is biztonságban tudhatjuk a te kezedben. És köszönjük, hogy nem csak itt a földi életben, az utáni életszakaszunkban is. Kérünk téged, hogy áld meg a világot, amelyben élünk. Különösen imádkozunk azokért az embertársainkért, akiknek nincs ott a szívében ez a bizonyosság, hogy nagy Istenük van. Add, Uram, hogy ők is hitre jussanak, hogy biztonságba jusson a lelkük. És kérünk, hogy Isten tiszteletünkön ajándékozz meg bennünket jelenléteddel, szólíts meg bennünket, vezess bennünket, s munkáld szívünkben a te dicsőségedet. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Isten tiszteletünk kezdetén szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, köszöntöm vendégeinket, mindannyiunk életén legyen a mindenható Isten áldása. Mai Isten tiszteletünk a szokásostól egy kicsit hosszabb lesz, de öröm, hogy hosszabb Isten tiszteletet tarthatunk, hiszen kedves események történnek majd az Isten tisztelet keretében. Mindjárt a kezdetén, ezután bemondott éneket követően gyermekbemutatásra kerül sor, amikor Szlepák Hannát hozták először szülei az imaházba, és a nagypapa, Szlepák Lajos nyugdíjas lelkipásztor fogja őt bemutatni. És az Isten tiszteletünknek a végén pedig szintén különös örömalkalmunk lesz, mert gyülekezetünk tiszteletbeli vezetője Mihály Mátyás testvér és kedves felesége most ünneplik 60. házassági évfordulójukat. Énekeljük Ó Sionim jő királyot kezdetű 65. éneket, és azt követően a gyerekbemutatásra kerül sor. Thank you.
és hadd most kiemelten a kettes családot, ifjabb családot. Én Zsolt fiamat ismerem annyira jól, hogy a mosolya mögött, kedves tekintet mögött azért sok minden van. Ez a sok minden azért van, mert sok mindent éltek át az elmúlt hetekben, majdnem hónapokban, de Istennek legyen hála, mindenek ellenére itt lehetnek, hárman lehetnek itt a kis Hannával, és hát még ő is, tudom, fog mosolyogni, anyukát már látom, és örülünk is annak, hogyha derűsek ők, mert az bennünket is örömre hangol. Kedves gyülekezet, drága megváltunk, mondott egy csodálatos ige verset, amelyet én most idéznék János 16-ból, ha jól emlékszem, a 21. vers. Az asszony, amikor szül, fájdalma van. De amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre, az öröm miatt ember született erre a világra. Tudjátok, kedveseim, most mindenki felé szólok, ha megkérdezném, hányan élünk ma összesen ezen a földön, bolygónkon, hát valószínű, annyira tudnátok, mint én, de tulajdonképpen egyikünk se tudjuk pontosan. Az a 7,3, illetve 7,4 milliárdnyi ember nagyon sok, és mi annyira lezserek vagyunk, hogy dobálózunk a szavakkal, a számokkal, mert ha belegondolunk, a 7,3 és a 7,4 között már 100 millió ember van. Az körülbelül 10 magyarországnyi ember, népesség. 1/10 milliárd. És mi azt mondjuk, vagy 3000, 7,3 vagy 7,4. És ha most még tovább bonyolítanám ezt a kérdést, hogy pontosan ma hányan vagyunk. Hadd mondjam azt, a Jóistenen kívül senki nem tudja. Mert mire jönnének az adatok, áramolnának felénk adatközlés révén, már nem annyi lenne, mint amikor elindult ez a tájékoztatás. Nem tudjuk, mennyien élünk pontosan. De tudjátok, milyen édesatyánk van nekünk? A drága kis Hannának, velünk együtt. Azt mondja megváltunk, miért aggodalmaskodnátok bármiért is, bármi felől, ha én még azt is tudom, hogy egy hajszálatok leesett. A fejeteken egy hajszállal kevesebb van. Akinek nem annyi van, mint nekem, sokkal több. Azt is tudja az Isten. Egy hajszállal kevesebb. Hát Istenem, te ennyire szeretsz bennünket. A drága kis Hannát ennyire szereted, megérkezett közzénk, hozzánk, a családba, a tágabb családba, a gyülekezetbe. Népünkhöz tartozik már, és annyira szeret az Isten, hogy nem kell aggódnunk, tud ő erről, a kis gyermekről. Hát hogy ne tudna? És amikor azt mondjuk, hogy gyermek bemutatás, mindig van bennem egy kis, nem félelem, de egy elbizonytalanodás. Most nem miattatok, testvéreim, a tény miatt. Hogy is van ez? Mi mutatjuk be Istennek és a gyülekezetnek, mint család? Vagy Isten megelőzött bennünket? Amikor a drága gyermek világra jött, és megnézhettük első alkalommal, láthattuk a kórházban, Istenem, ennyire szeretsz minket? Így formáltad nekünk, így teremtetted nekünk, így mutattad be nekünk, amikor megláthattuk. Vegyétek át az ajándékot. Nektek formáltam, készítettem, hiszen már az anyamében formálódott. És amire utaltam Zsolt fiam és kedves hajni menyem kapcsán, még nem is tudták, a kicsi még az anyamében volt, és egy komoly betegséget kaptak. És akkor megtudtuk, bennünk is, nagyszülőkben, az egész családban, benne volt az izgalom, a félelem, nem fertőződött.
nincs benne is az a betegség, az a fertőzöttség. És képzeljétek el, Istennek volt hatalma megőrizni, nem csak épp kézláb, hanem az mellett még úgy egészséges, hogy ennek a betegségnek semmi nyoma, pedig az anyamében volt még, és az édesanyában is, az édesapában is egy komoly betegség volt. És most a mi hálánk háromszoros, őértük, és a kicsin gyermekért. Itt lehetnek most már egészen más állapotban. Én szeretném hangsúlyozni mindenki felé, nagyon bízzunk, hagyatkozzunk a mi édesatyánkra. Tudom, sok programpont van még, de egy gondolatnyi dolog hadd jön még elő, kerüljön előtérbe, kedves család és kedves gyülekezet, és különösen hangsúlyosan felétek, kedves Hajné és Zsolt, nevelés kérdésében hadd mondjak annyit, nem mint valami tapasztalt, hanem mint a tények alapján hangsúlyozom. A 7,1 tizednyi embermilliárd közül még egy ilyen, mint Hana nincs. Lehetnek rendkívüli szakkönyvek, egy idő után rájöztök, tehetitek félre, mert a kis aranyosnak olyan lelki világa van, hogy ezt nektek kell megismerni. Nem a nagyszülőknek, akár nem testvéreknek, elsősorban nektek, akire, ahogy hiszen rátok bízta Isten, nektek kell megismerni. És rá fogtok jönni, ha még megáld az Úr benneteket több gyermekkel is. Mind más világ lesz. Más ember lesz. Nincs jó bevált módszer, rutin. A kicsinynek a lelkét, teljes egészében személyiségét kell úgy megismernetek, hogy igaz legyen példabeszéde könyvéből az intelem, a figyelmeztetés. Neveld a gyermeket az ő útjának megfelelően, még ha megvénhedik, ha öreg lesz is, ha úgy neveltétek, nem tér attól. Nevelés kérésében csupán ennyit. Ez nem tanács, hanem igei felszólítás, hogy adjon nektek az Úr nagyon sok bölcsességet az aranyos gyermekhez. Lejárt időm, és szeretném, hogyha, ahogy következik most, imádkoznánk Hannáért, akinek a neve is csodálatos, a Johannának a rövidített formája, alakja, de az eredeti héber Annának teljes kifejezése a Hanna, ami azt jelenti kegyelem. Hát minden kegyelem. Így imádkozzunk a gyermekekért, a megfelelő sorrendben, Hajni, majd fiam, és végül én, és kérem a gyülekezetet, az imádságokat, és utána majd még az énekkor szolgálatát fennállva tessenek hallgatni. Istenem, köszönöm, hogy eljöhetett ez a nap, hogy elhozhattuk Hannát ide a gyülekezetbe, és köszönöm, hogy eddig is megtartottál minket. Kérlek, áld meg Hanna életét, nekünk pedig adj bölcsességet, hogy neked tetsző életre tudjuk őt nevelni. Amen. Drága mennyei atyám, hatalmas hála van a szívemben azért, hogy itt lehetünk. Te látod az elmúlt heteket, hónapokat is, te látod, hogy mennyi olyan dolog volt benne, ami a te kegyelmed nélkül nagyon más véget is hozhatott volna, de annyira hálásak vagyunk azért, hogy most itt lehetünk a gyülekezet előtt, és hálát adhatunk ezért a pici gyermekért. Köszönjük neked Hannát, és köszönjük, hogy megőrizted őt abban a 9 hónapban, amíg Hajninál volt, és köszönjük, hogy végig te nálad volt, és te nálad lesz. Atyám, szeretnénk rád bízni az ő életét, rábízni a te kegyelmedre, atyám, hogy te őrizd őt meg minden olyantól, ami őt
támadná, Atyám, Te őrizd meg az ő életét, add, hogy bölcsességgel neveljük őt, hogy az élete minden területére tudjunk neki tanácsokat adni majd a Te vezetéseddel, és add, hogy olyan szülei lehessünk, amik példák járnak előtte, hogyha majd egyszer felnő, akkor követni akarjon minket. Hogy jól érezze magát itt a gyülekezetben, Atyám, és kérlek azért, hogy védd meg az ő életét, áradjon ki rá a Te őrzővédő kegyelmed, a Te békességed, és add, hogy mindig is tudjuk, hogy igazából ő nálad van, mi ajándékba kaptuk az ő életét, hogy neveljük, de a Te kezedben van a legjobb helyen. Kérlek, hogy így legyen, Atyám, ez. Amen. Mennyei édesatyánk, tudjuk, hogy ez a picin gyermek nem tud arról, mi történik most. Neki még sokat kell ahhoz fejlődni minden tekintetben, hogy olyan dolgok váljanak életében tudatossá, amiről mi már úgymond felnőtt gyermekeid tudunk. De olyan nyugodtak vagyunk, mert tudjuk azt, hogy az ő jövője nem ezen múlik most, hanem a Te szereteteden, a Te írgalmadon, kegyelmeden. Hiszen még ő meg sem volt, még semmilyen műszer nem mutathatta ki. Te már formáltad őt. Te már megcselekedted azt, hogy egészséges gyermek, a szülők, a nagyszülők, a családi kör örömére jöhessen erre a világra. És Urunk, amikor azon csodálkozunk 2016-ban, hogy születnek, és hála neked, még nagyobb százalékban egészséges gyermekek, holott ez már rég nem természetes. Annyi mindent elkövetünk veled szemben, egymással szemben, saját egészségünk rovására, hogy még van épkézláb gyermek, és milyen jó, hogy születnek. Mert Te nem azt nézed elsősorban, hogy mi mit viszünk véghez, hanem kegyelmed árasztod ki a föld lakosságára, népére, akár igaz, akár gonosz az, mert neked a szereteted határtalan. Köszönjük ezt, és áldunk téged ezért. Kérlek a kedves szülőkért, áld meg őket, tedd bölcsé, hogy Mózes imádságából az a szép, gyönyörű 12. vers legyen vezérfonal az ő életükben, legyen sokszor imádságuk, amire nézve idézzük, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Kell ez a tőled jövő bölcsesség, kell az a szeretet, amelyet tőled vehetünk át, mert a gyermek érdekében legnagyobbat, a legtöbbet a szeretet által vihetjük végbe. Hadd kérelek az egész családi körért, nagyszülőkért, a dédmamáért, aki nem lehet itt, az ők mamáért, őket is áld meg, és ha akaratoddal megegyező, adj még egy kis időt nekik, hogy gyönyörködhessenek még ebben a piciny gyermekben. Szlepák, Hanna, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád orcát az Úr, és könyörüljön rajtad, fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Adjon meg, adjon meg, adjon meg,
elsőként hadd mutassam kedves lelkipásztor testvérek László Gábor testvérek egy aranyos kisbabát, és én kívánom, hogy legyen majd ő bibliakörű tag is, aztán a gyülekezet tag is. És a gyülekezet felé is oda jól fogom. Isten áldását kívánok. Köszönjük szépen, foglaljon helyet a gyülekezet. Gyülekezetünk nevében Kelédiné Gál Damaris fogja köszönteni a családot. És boldogság, hogy titeket köszönhetlek a gyülekezetünk nevében, és tipródtam, hogy mit is mondhatnék, hiszen ismerlek titeket, és láttam az elmúlt pár éveteket, a házasságotokat, és azt, hogy hogyan vágytatok erre a csodálatos kis életre. És elmondom nektek mindazt, amit Isten nekem hozott így spontán. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltetek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. És gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. És valamiért Isten nem ezeket a tipikus dolgokat helyezte a szívemre, hogy mekkora áldás egy gyermek, mert hiszen ezt így is tudjátok, hiszen kegyelem az, hogy Hanna itt lehet, ezt tudjuk mindannyian, és ezért hatalmas hála van nekem is a szívemben iránta, és érte. De Isten mégis azt mondta nekem, hogy arra buzdítsalak titeket, hogy milyen példamutató életet mutassatok ennek a kis csöpségnek. Azt, hogy szeretetre neveljétek. Azt, hogy lássa a ti életetekben, hogy mennyire fontos a gyülekezet. Hogy ti is itt vagytok minden vasárnap, hogy szolgáltok, hogy szeretitek a fele barátaitokat, és ezt a szeretetet adjátok át neki, hiszen ez nagyon fontos. És még egy dolgot szeretnék. Pont az áldással kapcsolatban, a gyermekek áldásával kapcsolatban. Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket. A tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Ekkor átölelte is kezét rájuk téve, megáldotta őket. Hiszem, hogy Isten így áldja meg ezt a kisgyermeket, hiszen ő is nagyon örül neki, és azt kívánom, hogy ti is legyetek nyitottak, és tanuljatok ettől a kisgyermektől, hiszen az igaz szeretetet ő is meg tudja nektek tanítani. És még egy dolgot szeretnék, amit Benedek Elek írt, így zárásképpen. Jézus tanítványa voltam, gyermekekhez lehajoltam, a szívemhez felemeltem, szeretetre így neveltem. Éljétek meg ti is ezt így. Köszönjük szépen. Ó, Uram, drága ajándékid a kisdegdek és a gyermekek, így kezdődik 513. énekünk, első és második versét énekeljük el, azt követően a férfiak énekszolgálata következik.
A férfi testvérek, ha szeretnének jönni, várjuk őket. Harmincadik Zsoltár. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor. De van nálad bocsánat. Ezért nem félnek téged. De van nálad bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat,
Jobban, mint őrök a reggelt, mint őrök a reggelt. Bízzál az Úrban, Izrael, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani, meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Kedves gyülekezet, olvassuk együtt Istenünk igéjét a Jelenések könyvéből, a második fejezetből, a 18. és 29. versek közötti igeszakasz alapján. Jelenések könyve, második fejezet, 18. versétől olvassuk az igét, az olvasást követően majd Ricsovinyi Róbert testvér imádkozik áldásért. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet az ige olvasását. A tiatírai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Isten fia, akinek olyan a szeme, mint a tűz lángja, és lába hasonló az aranyérchez. Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezábelt, azt az asszonyt, aki prófétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak és bálványáldozati húst egyenek. Pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznaságából. Imé beteg ágyba vetem őt, és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba,
ha meg nem térnek cselekedeteikből. Gyermekeit pedig megölöm dökhalállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájatoknak cselekedeteitek szerint. Nektek pedig, a többi tiatírainak, akik nem fogadjátok el ezt a tanítást, akik nem ismertétek meg a sátán mélységeit, amint azt nevezik, ezt mondom, nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányok felett, hogy legeltesse őket vasvesszővel, törje őket össze, mint a cserépedényeket. Ahogy én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól, és annak adom a hajnalcsillagot. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Eddig olvastuk az igét, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menj el, édesatyánk, fiad az Úr Jézus Krisztus nevében, fejet, szívet, térdet hajtunk előtted. Mélységes hála van szívünkbe, amit eddig is adtál. Köszönjük, hogy lehetőségünk van arra, hogy itt lehetünk, hogy hallhatunk téged, hallhatjuk a te üzenetedet. Te, aki most is a gyertyatartók között jársz, figyeled a gyülekezetet, el nem rejthetünk előled semmit. De szeretnénk nyitott fület ma, nyitott szívet, hogy meghalljuk a te üzenetedet. De ne csak hallók legyünk, hanem segíts bennünket arra is, hogy szívünkbe fogadva meg tudjuk azt cselekedni. Áld meg a te szolgádat, és áld meg a hallgató gyülekezetet, szíveinket, hogy befogadó szívvel álljunk mindig a te üzeneted előtt. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, az énekkart hallgatjuk meg. Kedves gyülekezet, pár évvel ezelőtt, szenteste délutánján a legkisebb ment nálunk a boltba bevásárolni, és amíg a hipermarketben megvásároltam az egy dolgot, ami kimaradt, de nagyon szükséges, addig egy szívfacsaró élménynek voltam, számomra szívfacsaró élménynek voltam a tanúja. 16 órakor zárt az áruház, én valamikor délután 3 órakor mentem el azt az egy kicsi dolgot megvenni. És elkezdte mondani a hangos bemondó, ahogy szokta, kérjük kedves vásárlókat, 50 perc, 30 perc, 20 perc múlva zárunk. Nem volt üres az áruház, és még 20 perccel előbb is jöttek emberek lélekszakadva.
És voltak, akik riadtan tologatták a kocsikat, mert láttam, hogy most jutottak oda, hogy valamit nem az ebédhez, de valakinek vegyenek karácsonyra. És könyörtelenül mondták, hogy 10 perc múlva. És ott voltam, amikor a biztonsági őr az ajtónál azt mondta, hogy ne haragudjanak, nincs tovább. Pedig volt, aki még nagyon szeretett volna bejönni, csak karácsony. Nem, nincs tovább. Vajon miért akkor jöttek néhányan vásárolni? Lehet, hogy addig nem volt pénzük, csak akkor lett. Lehet, hogy ez a hajtós világ arra kényszerített őket valamilyen munkahelyen, az utolsó percig dolgozzanak. Vagy talán akkor jutott eszükbe valamelyik szerettüknek a neve, akinek még nem vettek ajándékot. Aztán lehúzták a rolót, és nincs tovább. De mindenki tudta, ki volt írva hetekkel korábban, hogy az áruház ezen a délutánon 16 órakor zár. Kedves gyülekezet, a felolvasott ige szakasz a 7 kis-ázsiai levélnek az egyike. Most ezen a délelőttön nem szeretném részletesen magyarázni ezt a levelet, csak egyetlen egy mondatára szeretnék utalni abban a délelőtt, annak a délelőtti sorozatnak a keretében, amely így hangzik, hogy mindennek ideje van. És csak arra a mondatra szeretnék utalni, amely így szólt az igében, hogy adtam neked elég időt a megtérésre. Ez a levél egy olyan gyülekezetnek szól, amely úgy nagyjából rendben van. Sok dicséretet üzen a levélnek az írója, tele van a közösség fáradozással, ott van a szívében a szeretet, szolgál. Egy problémája van a közösségnek, hogy megtűri a bűnt. Szeretetből, toleranciából megtűri. És nem lép fel ellene radikálisan. És azt mondja a levél írója, hogy ez az egy hiba, ez nagyon fontos, nagyon nagy baj. És azt mondja a levél írója, hogy annak a csoportnak, akinek az életében baj van, nekik meg kellene térni. Adtam nekik elég időt ahhoz, hogy megtérjenek. Én nem tudom, hogy mennyi időt. A Szentírás nem beszél róla. De most úgy érezzük, hogy fenyegető ez a levél, és azt mondja, hogy talán már le fog zárulni az idő. Adtam elég időt, hogy megtérjen. Kedves gyülekezet, néhány mondat erejéig, mi is az a megtérés? Kinek van szüksége megtérésre? A Szentírás azt mondja, hogy az ember, aki Isten adományaként érkezik erre a világra, akit a Teremtő tart egész életében a tenyerén, nem biztos, hogy a Teremtő akarata szerint éli az életét. Sőt, nagyon sok embernek az életében előfordul, hogy mindent elfogad a mindenható Istentől, de Istent nem ismeri, nem hisz benne, és nem fordul felé. És azt mondja a Szentírás, hogy az emberiségnek ez az alapbűne. Ahogy Jézus mondja János evangéliumában, a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. És azok, akik nem hisznek Jézusban úgy, hogy megtértek és átadták az életüket, megbánták bűneiket, azok az emberek bármilyen jók is legyenek, azok el fognak késni az Isten országából, és nem fognak oda bejutni. Egyetlen egy módja van annak, hogy amanapon Isten színei úgy álljunk, mint akiknek a bűnei megbocsáttattak, mint akinek örök élete van, a megtérés. A megtérés egy válasz. Válasz Isten tettére. Arra a tettére, amely a Golgotai keresztre vezet el bennünket. Isten úgy döntött, hogy mielőtt bárki eljutna odáig, hogy megvallja a bűneit, hogy szeretne azoktól szabadulni, szeretne hittel Isten felé fordulni, és közben keresgetné azokat a dolgokat az életben, amellyel
jóvá tehetné a bűnét és a hitetlenségét ezek előtt? Isten már eldöntötte, hogy minden megtérőnek, hozzám fordulónak meg fogok bocsátani. És a bocsánatnak az árát ő fizette ki. Nagy pénteken, amikor Jézust keresztre feszítik, és azt mondja a kereszt halála előtt, hogy elvégeztetett, akkor ez a felkiáltás arra utal, hogy az összes minden valaha élt, és ezután az földre születő embernek a bűnével kapcsolatban az elégtétel megadatott. Mert Jézus a Golgotai kereszten az egész világ bűnöseiért szenvedett. Értem is, ez az elégtétel. Emberi kapcsolatainkban nagyon ritka ez a szituáció. Talán alig fordul elő, amikor valaki ellen vétek, valamilyen fajta bűnöm van, és a bűnömnek a jóvátételét, akihez oda fogok menni talán valamikor, és kérem a bocsánatot, a bűnömnek a jóvátételét ő már régen elrendezte. Sőt, ott vár az ajtóban, a szívében már megbocsátott, csak azt várja, hogy oda menjek hozzá, és azt mondjam, bocsásd meg. Vagyis, hogy már sokkal hamarabb szeret engem. Sokkal hamarabb eltervezte a megbocsátás utáni életemnek a jövőjét is, mielőtt még én odafordultam volna hozzá. Isten Jézus Krisztusban ezt cselekedte meg. És a mindannyiunk által jól ismert Biblia verse, mert így fogalmaz, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez arról szól, hogy Isten már megbocsátott, csak az eddig hit nélkül élőktől várja a hitet. Nem azt a hitet, amely hegyeket mozgat meg. Nem az elitnek a hitét, ha van ilyen. A hitnek csak azt a kicsiny kis, pislákoló, mécsesnyi mennyiségét, mértékét, amely azt mondja, Isten, bocsáss meg az én bűneimet, rájöttem, hogy eddig nélküled éltem az életemet, és most már szeretnék tiszta szívből hozzád tartozni. Mert megláttam, hogy te voltál a múltam, te vagy a jelenem, és azt szeretném, hogy te legyél a jövőm. Ez a megtérés. Kedves gyülekezet, erre minden embernek a Szentírás szerint szüksége van. Kivétel nélkül mindenkinek. Azoknak is, akik olyan emberek, hogy talán sokan azt mondják rájuk, hogy kiválóak. És azoknak is, akik önmaguk is régóta küszködnek azzal, hogy mennyi bűnöm van és mennyi nyavajám. Szentírásból tudjuk, hogy a bűn, mint kifejezés az eredeti szöveg szerint többek között azt jelenti, hogy céltévesztés. Teljesen mindegy, hogy valaki a céltábla mellélő 10 méterrel, ha valaki ismeri a céllövészetnek a szabályait, teljesen mindegy, hogy valahol a szélén 1-es, 2-est vagy 3-ast lő, egyetlen egy fajta találatról mondják, hogy ez igen. Melyikről? A 10-esről. S lehet, hogy valaki még a céltáblát sem találta el hosszú évtizedekig az életében, még véletlenül sem tudott jót cselekedni, és véletlenül sem tudott Isten felé fordulni, mert annyira romlott ember volt. Mások meg talán már 9-eseket lőttek saját erejükből, de nem tudtak tiszta szívből odafordulni a mindenható Istenhez. Mindegy. Csak annak lesz nyitva a mennyország, aki megtér. Valaki a kicsiből, valaki a nagyból, de csak annak, aki megtér. Azt mondja a Szentírás, hogy adtam neked elég időt. Mennyi idő ez az elég idő?
Volt már olyan tapasztalása itt ennek a gyülekezetnek, kedves testvérek, hogy valaki 70 éves korába kiállt a gyülekezet elé, előtte Istennel elrendezte az életét, és azt mondta, hogy meg vannak bocsátva bűneim. Megtértem. És tudjuk, hogy hol lehet várakozni, amíg az ember hallja az Istennek a szavát, amíg az ember végre kimondja, hogy megtértem. Hol lehet várakozni? A céltábla hasonlatával élve lehet nagyon messze az Isten házától, de lehet úgy, hogy valaki az Isten házába, templomba ül jó emberként 30, 40, 50 éven keresztül. Adtam neked időt. Gyülekezettel már megosztottam azt, de most szeretném újból elmondani. Régen mondtam el azt a tapasztalatomat, amikor 10-valahány éves fiatal emberként a lelkész édesapámmal elmentünk egy haldoklóhoz. Mert ő meg akarta velem tanítani, hogy milyen ott lenni egy haldoklónak az ágyánál. És a falu rossza idős bácsi haldoklott. Jóval túl a 70 vagy 80 esztendőn. És miközben ott voltunk a szobában, egyszer csak a bácsi elkezdte, aki addig nem akarta az Istent ismerni, elkezdte vallani az életének a bűneit. És akik ott voltunk, még a családtagja is csak meglepődve szembesültek az, hogy miket mondott ez az ember. És nem csak elsorolta a bűneit, hanem azt is mondta, hogy Isten, légy irgalmas nékem, bocsáss meg az én bűneimet. Aztán felkelt a halottasnak tűnő ágyából ez az ember, és még évekig élt és botjával totyogott az Isten házában. Adott neki Isten több mint 9 évtizedet arra, hogy megtérjen. És kedves gyülekezet, ez az idő, amit az Isten ad az embernek arra, hogy elfogadja a bocsánatot, és hogy magához ölelhesse úgy, hogy az ember is szorítja az Istent, ez az idő nem úgy telik el, hogy Isten a magasságban, egy bezárt palotában intézi a maga dolgait, és titkárnők és egyeztetések során valahogy el lehet hozzá jutni, és néha lehet talán egy-két információt szerezni tőle. Ez az idő nálam is úgy telt el, meg akik emlékeznek a megtérésük előtti életkorszakukra, náluk is úgy telt el, hogy Isten ott volt az életemben valamilyen módon. Hordozott a tenyerén, folyamatosan üzent, hívogatott, felajánlotta a békességét, a hitet egyszerű és nagy eseményekben. Mert ő nem tétlenül várta, hogy majd eljön az idő, hogy megtérsz, ott van az idő, használd ki, hanem aktívan munkálkodott az életemben. Mert Isten Jézusban annyira közel jött a világhoz, hogy az ő akarata megvalósuljon. Ő nem azt akarja, hogy a vallásosak megtérjenek. Ő azt akarja, hogy minden ember megtérjen. És ennek érdekében minden embernek az életében létrehoz kapcsolatokat, információkat, élethelyzeteket, amelyek hívogatásként szólnak az embernek. Amelyekben néha kiderül, hogy jaj, de nagy bűnös vagyok, bár aranyos vagyok, vagy bűnös vagyok, én is úgy érzem, és Isten mégis szeret, és mégis vár. Nem akárkivel kapcsolatban mondja a Szentírás azt, hogy adtam neki időt. Jezábelről beszél. Szentírást ismerő emberek tudják, hogy ez az asszony egy királyné, Áháb királynak a felesége, aki a hírhedtek közül a leghírhedtebb. Tíruszi királylány, az izraeli király feleségeként politikai házasság jött létre, és nem a kereskedelmi kapcsolatokat sikerült így biztosítani, ami talán az elsődleges cél volt, és hogy ne legyen háború a két ország között, hanem azt sikerült biztosítani, hogy ez az asszony legyen a főnök az országban. És gyámoltalan, bűnös férje helyett is uralkodott, és behozott egy pogány
még az ember áldozatot sem nélkülöző kultuszt, megölette az Isten prófétáinak nagy részét, és be akarta bizonyítani, hogy az élő Istenbe vetett hit semmit nem ér. És mindenki rettegett tőle az országban. És hiába mondta a próféta, hogy nem úgy van, hogy térj meg. Mindent elhárított, és mindent erőből oldott meg egy hírhedt asszony. Teljesen logikátlan, amit itt a Szentírás ennek az újszövetségi gyülekezetnek mond, hogy ennek az asszonynak a példáját hozza fel. Hát Illésnek meg lehetne bocsátani. Próféta volt, tévedett. Dávidnak meg lehet bocsátani, kiválasztott ember. De ennek a gonosz asszonynak, ennek a parászna asszonynak. Rá is igaz, hogy azt mondja a mindenható Isten, hogy adtam neki elég időt a megtérésre. Mekkora ez a szeretet? Mindenki belefér. Még ő is belefér. Nincs, aki ne férne bele ebbe a szeretetbe. És nincs, akinek a mindenható Isten ne adna elég időt. Én rengeteget bajlódok az idővel. Nem tudom, van-e körülöttünk valaki, aki még bajlódik az idővel. És mondom gyakran, hogy nincs. A megtérésre van elég idő. És akkor is elég ez az idő, ha 10 percet kap valaki, mennyit is kapott a latorott a kereszten? Kihasználta. Akkor is elég, ha Isten ránk szabva azt mondja, hogy neked van 1 éved, 10 éved, mióta hallottad, hogy én létezem, és megértetted, hogy szeretlek téged, másoknak pedig évtizedeket ad. Ránk szabva nekünk eleget ad. Ha mégsem elég, nem rajta áll, hanem rajta. Kedves gyülekezet, adventi vasárnapon vagyunk, amikor az eljövetel az egész világnak, keresztény világnak a fő témája. Várunk valamire. Várunk valakire. Jézus a bocsánatban már eljött hozzánk. És ebben az adventben nem csak alkalmanként a mi várakozásunk van ő rá, hanem az ő várakozása is ránk. Adta elég időt. És kedves gyülekezet, ez a bibliai szakasz, amely látszólag és a valóságban is, ha végig elemeznénk a mondatokat, de most ez nem feladata a mai prédikációnak, tele van fenyegetéssel, egy pattogós üzenet. A büntetés is le van benne írva. Ez a levél, most látjuk, hogy nem azért szól, mert most jött a redőnyt lehúzni, és a biztonságért odaállt, és azt mondta, hogy nincs tovább. Ez a levél nem akkor küldetett el, amikor azt akarja mondani, hogy látod, elkéstél. Ez a levél azt mondja, hogy elég időt adtam neki, egyrészt, másrészt pedig azt mondja, hogy ha meg nem térsz, akkor ez lesz a következménye. Úgy is mondhatnánk, hogy az utolsó pillanat utáni levél érkezett, amely még megint egy kicsit azt mondja, hogy van lehetőséged. Hihetetlen mértékű, kedves gyülekezet, Isten kegyelme, hogy ő ilyen bőven szórja az idejét, és azt mondja, adtam neked időt, és ebből talán értjük még, van egy kicsi. Ez volt az a figyelmeztetés, hogy a pénztár 10 perc múlva zár. Kedves gyülekezet, mi nehezebb helyzetben vagyunk, mint azok az emberek, mi magunk is, akik talán látjuk a kiírást, hogy 16 óra. Mert mi személyesen valamilyen módon tudjuk, hogy mikor kezdődött az idő, a megtérésnek az ideje az életünkben. De hogy mikor lesz a vége, tudja valaki? Nem. Senki nem tudja. Én sem tudom az enyémet, amikor szükségem van, mert eltévedek talán újból megtérni, és közülünk senki se tudja magáét.
és egyikünkét sem tudjuk. Ezért szól az ige mindannyiunknak, akik ma itt vagyunk, ige hirdetőnek, ige hallgatónak. Adtam elég időt a megtérésedre. És talán úgy fejezhetem be ezt az ige hirdetést, ahogy a levél írója fejezi be. Hogy ha nem fogsz, és még ebben van egy picike kis jövőidő, akkor aztán már nem lesz rá lehetőség. Kedves gyülekezete, sürgető, kicsit nehezen hallgatható levél. Ha szükséges, hadd legyen Isten üzenete mindannyiunk számára ezen a délelőttön. És hadd legyen a válasz az életünkben a mozdulás, a megtérés, az életünknek a bölcs kihasználása. Amen. Kedves gyülekezet, hajtsuk meg most fejünket és szívünket imádságra. És a levél írójával, aki körünkben is itt van, osszuk meg gondolatainkat, kérdéseinket, azt, ami a szívünkben van. Mert még most is meg lehet térni. Vagy lehet még időt kérni, és lehet őt magasztalni. Csendben beszélgessünk vele, és aztán hangosan fogok majd imádkozni. Úr Jézus, köszönöm, hogy rám is vártál, bevártad a megtérésemet, megbocsátottad a bűneimet. És nagyon csodálom a te kegyelmedet, mert bár hívő emberként is követtem el bűnöket, de azt tapasztaltam, hogy addig munkáltad a szívemet, és vártál rám, amíg beérett a te igéd, és a szükséges dolgokat letettem, és megbocsáthattad azokat. És köszönöm, hogy akik ma itt vagyunk, mindannyiunkat egyformán szeretsz, egyformán elkészítetted számunkra bocsánatot, egyformán adtál, és talán még adsz időt nekünk. Munkáld a szívünkben a döntést, az életünk életidejével való bölcs gazdálkodást. A te kegyelmedből. Amen. Az énekkel hallgatjuk meg.
Úrvacsorához készülve énekeljük Drága kereszt a Golgotán, róla a béke árad rám, kezdetű 205. énekünket. 205. énekünket énekeljük. Kedves gyülekezet, ami megváltunk az Úr Jézus Krisztus tanítványaival halála előtt fogyasztotta el az utolsó vacsorát. Ez az ószövetségi szabadítás emlékvacsorája volt. És ezen a vacsorán rendelte ő el az új szövetségi gyülekezeteknek az úrvacsoráját. Így hangzik az ő mondata, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mi azért jöttünk most el, mert ami megváltunk, rendelte az úrvacsorát, és hívogat is bennünket az úrvacsorára. Először is itt vagyunk azért, mert szeretnénk újból hálaadással emlékezni a szabadulásunkra, és a szabadulásnak az árára. Jézus Krisztus kifolyt vérére. Hívott bennünket, hogy magasztaljuk őt.
rendelte az úrvacsorát, és hívogat bennünket azért, mert ha a hétköznapi életünkben, a sok-sok rohanásban megterhelődött volna úgy a lelkiismeretünk, hogy annyira megkeményedtünk volna, hogy elfelejtettük volna, hogy Jézus értünk halt, és hogy a bűneinknek büntetése van, ha itt a vacsorán, a kenyér és a bor jelenlétében, de mindenek előtt az ő jelenlétében újból szembesülünk a Golgotai kereszttel és a bűneinkkel, akkor hívott, hogy letehessük a bűneinket. Mert az úrvacsora is az alkalma annak, hogy megvalljuk a bűneinket, és meg is bocsátja őket. És rendelt, ami megváltunk az úrvacsorát, és hívogat bennünket az úrvacsorára, most is hívott azért, mert szeretné megerősíteni a reménységünket. Ő ott azon a vacsorán a negyedik poharat a liturgia szerint nem itta ki. Azt mondta, hogy én ezt most nem, de amanapon majd újat fogok inni az én országomban, és veletek. Azért jött, hogy megbocsássa a bűneinket, és azért jött, hogy örök életet adjon nekünk. És újból szembesüljünk azzal, hogy ez az úrvacsora csak előképe a mennyei örök tartózkodásnak Krisztussal. És hívott bennünket, talán sokszor reményteleneket, bánatosakat, fájdalmat hordozókat, szenvedőket, hogy ez az úrvacsora előképe a mennyeinek. Készüljünk, mert lesz folytatás a mennyben. Szentlélek Isten mindannyiunkban végezze el az ő munkáját, és legyen áldás az úrvacsorai közösségünk. Ámen. Az úrvacsorához készülő gyülekezetnek üzeni Pál apostol a következő igeszakaszt az első korintusi levél 11. fejezetéből. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán nem elárultatott, vette a kenyeret és hálát adva megtörte. Mindezek előtt azonban Pál a következőket mondja. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Kedves gyülekezet, ezek a Biblia versek nem arra valók, hogy távol tartsanak bennünket az úrvacsorától, sokkal inkább arra, hogy ösztönözzenek bennünket a szükség szerinti bűnvallásra. Csendes bűnvallásunkat követően majd Lázár testvér imádkozik hangosan. Mennyei édesatyám, áldunk és magasztalunk téged, ezért a magasztos ajándékért, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, akiben elküldted erre a földre a bűnbocsánat lehetőségét, a megtérés lehetőségét. De köszönjük neked azt, hogy akik most itt vagyunk, ezt felismertük, elfogadtuk, magunkévá tettük. Köszönjük neked, drága Úr Jézus, a Golgotai keresztet, amelyre felvitted bűneinket, azért, hogy nekünk életünk, örök életünk legyen. Most kérlek téged, látogass meg szent lelked által, jöjj közénk, segíts bennünket, erősíts bennünket, hogy tudjunk igaz, tiszta bűnbánatot tartani,
hiszen akkor te megbocsátod bűneinket. Kérünk továbbra is, mosd meg szívünket, lelkünket, újíts meg a hitünkben, erősíts a hitünkben, hogy megmaradjunk te benned, azáltal, hogy te minden bűnt magadra vállaltál, és azt megbocsátod nekünk. Kérlek, áld meg most együttlétünket, áld meg a szövetségünk megújítását, te veled, egymás közt, hogy továbbra is megmaradjon a tőled kapott szeretet itt a gyülekezetben, és mindenütt, ahová csak vezetsz bennünket. Amen. Ismét az első korintusi levél 11. fejezetében olvasom az igét, Pálnak a szavait. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, s hálát adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti életetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Kérem az igehallgató gyülekezet tagjai közül mindazokat, akik a úrvacsorában kívánnak részesülni, a jegyek emelésével együtt szíveskedjenek fölállni. Thank you.
Így folytatja az apostol az emlékezést. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön.
Jelenések könyvében így olvasunk a mennyeiek dicséretéről. Méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. Csatlakozzunk a mennyeiek seregéhez, mindannyiunk nevében béke híván testvér imádkozik. Mindenható jó atyánk, hála és magasztalás van a mi szívünkben, ezért az elmúlt néhány kedves percért, amikor megújíthattuk veled a szövetséget. Asztal terítettél nekünk, hogy megemlékezhessünk a te fiad az Úr Jézus Krisztus haláláról, aki elvette a mi bűneinket. Jó atyám, köszönjük ezt az alkalmat neked, és kérlek, maradj velünk a továbbiakban is, az adventi időszakban, hogy rád figyelve készülhessünk egy újabb ünnepre, az Úr Jézus Krisztus születésének a megünneplésére. A te fiad az Úr Jézus nevéért kérünk. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Urunkkal és egymással megújított szövetségünk kiábrázolásaként énekeljük, egymás kezét megfogva, az áldott legyen a frigy kezdetű énekünket. Atyán, köszönjük, hogy fiad Jézus vére érdemeért megbocsátottad a bűneinket, és megtisztult élettel mehetünk tovább. Ha lelkünk ellensége jön és kísért bennünket, add, hogy Jézus vére érdemeért nemet tudjunk neki mondani. És ha úgy látod jónak, atyánk, hogy próbák szükségesek az életünkben ahhoz, hogy a hitünk megerősödjön, add, hogy ezek közben igent mondjunk rád. Köszönjük a testvéri közösséget, amelyben megújítottál bennünket, add, hogy figyeljünk egymásra, hogy ne maradjon le közülünk senki a bárány mennyezőinek a vacsorájáról. Ámen.
foglalni lehet a gyülekezet. Az énekkart hallgatjuk meg. Kedves gyülekezet, a zsidókhoz írt levél 13. fejezetében olvassuk a következőket. A házasság legyen megbecsült minden ember előtt. Amikor én, és így fogom mondani, hogy a hétköznapi életben mondom, Mancika néni és Matyi bácsira tekintek, akkor úgy látom az ő életüket, mint akik példájává lettek másoknak. Példájával lett Matyi bácsi annak, hogy hogy kell az Urat szolgálni, hiszen tiszteletbeli gyülekezetvezető, ő volt a gyülekezetvezető, emberileg nagyon sok mindent köszönhet neki a közösség a korszakváltás idején. Ő volt a karmester, a főépítész, Mancika néni volt az énekkari tag, a vendégfogadó, hiszen hányan ebédeltünk náluk. Mennyien vagyunk, akiknek a gyermekét Mancika néni őrizgette. Mind ezekben példák a mi testvéreink nekünk, de abban is, hogy hogyan kell őrizni a házasságot. És a Jóisten kegyelméből egymás mellett maradtak, és úgy élték az életüket, hogy a családnak és mindannyiunknak valóban úttá lettek. A Jóisten magasztaljuk azért, mert megajándékozta Mancikaint, Matyi bácsit betegségek ellenére is lelki-testi erővel, békességgel és ezzel a szép házassággal. Matyi bácsiktól nem én kérdeztem, hanem Kádár András testvér, akit nemrégen szólított el a mindenható Isten, hiszen ő volt a igehirdető és összeadó lelkipásztoruk 1956-ban. De most én szeretnék föltenni néhány kérdést Mancikainak és Matyi bácsinak. Mihály Mátyás,
Hiszed és vallod-e, hogy Debreceni Máriát Isten rendelte neked házastársadul? Hiszem és vallom. Debreceni Mária, hiszed-e és vallod-e, hogy Mihály Mátyást Isten rendelte neked házastársul? Hiszem és vallom. Mária, szereted-e Mátyást? Mátyás, szereted-e Máriát? És Mihály Mátyás, ígéred és fogadod-e Isten és a gyülekezet színe előtt, hogy Debreceni Máriához mindenben halálodig hűséges leszel? És Debreceni Mária, ígéred és fogadod-e Isten és a gyülekezet színe előtt, hogy Mihály Mátyáshoz? Már is elmondta, hogy ígérem és fogadom. Milyen jó testvérek, hogy 60 évvel később, úgyhogy nagyon sok minden történt. A válaszok ugyanazok. Mert a jó Isten ugyanaz volt, és ugyanaz maradt. Hajtsuk meg most fejünket, és adjunk hálát a megtartó kegyelemért, és ezért a házasságért. Mindenható Atyánk, köszönjük neked, hogy te vagy a mi teremtünk, és köszönjük, hogy jót gondolsz az életünkről. Hálásak vagyunk neked, mert Mancika néni és Matyi bácsi annak idején megismert téged, és úgy vették szüleiktől a tanítást, hogy kérni kell tőled a házastársat. És köszönöm neked, hogy megmutattad őket egymásnak. Magasztallak téged a sok-sok erőért a 6 évtized alatt, a megújuló szeretetért, a békességért. Köszönjük neked a családot, akiket nekik adtál, akik nagy szeretettel vették és veszik őket körül. És köszönjük, hogy a hívő életben, a szolgálatban példává lettek számunkra. Atyán, köszönjük, hogy testi nyomorúságaik ellenére megőrizted őket, és sok műtét és betegség után még itt lehetnek körünkben. Ha jónak látod, őrizd őket továbbra is, adj nekik erőt, egészséget, hallgasd meg a gyülekezetért, a családért elmondott imádságaikat, és bennünket, fiatalokat, a nagyon fiatalokat, akik még a házasság előtt vannak, attól, hogy rájuk tudjunk nézni, és bízzunk benned, aki nem csak szerezted a házasságot, hanem boldoggá és áldottá is tudod azt tenni. Amen. Énekeljük az ime mi üdvözlünk kezdetű éneket. Az énekkar által az előbb énekelt ének az egyik kedves éneke volt Matyi bácsinak, amit sokat vezényelt, és így van, hogy szárnyaival óv és véd az Úr. Fennállva énekeljük ezt a köszöntő éneket. Foglalni helyet a gyülekezet és a kedves testvéreket is egy pici maradásra szeretném még kérni. Gyülekezetünk nevében Szomor Imre elöljáró testvér mond néhány kedves szót. Kedves Mancika, kedves Matyi bácsi! Hálásak vagyunk Istennek, értetek. Hálásak vagyunk azért, mert példát mutattatok hűségből egymás iránt és Isten iránt. Hálásak vagyunk, értetek azért, mert a szolgálatotokban nagyon sokat tettetek az Úrért a gyülekezetben. Hálásak vagyunk nektek,
a szeretetetekért, amit olyan nagyon bőven osztogattok a gyülekezettel. A gyülekezet is szeret titeket, mert könnyű szeretni azt, aki szeret. Matyi bácsi nem hatalmazott föl, hogy elmondjak egy történetet, amit ezelőtt 10 évvel hallottam. Azt meséltem Matyi bácsi, hogy amikor udvarolt, akkor elment a debreceniékhez, és a Mancika azt mondta, hogy Magyikám, de jó, hogy pont most jöttél, készen van a finom tök főzelék. Hát a Magyi papa, akkor még fiatal udvarló, azt gondolta, hogy hát ha van étel, amit nem szeretek, az a tök főzelék. De egy szerelmes udvarló mit tesz? Megeszi a tök főzeléket, ha szereti, ha. És Matyi bácsi elfogyasztotta a tökfőzeléket, és arra jött rá, hogy a tökfőzelék nagyon finom. És ezelőtt 10 évvel ezelőtt Matyi bácsi azt mondta, hogy a mai napig szeretem a tökfőzeléket. Én gondolom, hogy ez nem változott azóta. De én is azt mondom, hogy a tökfőzelék nagyon finom étel, de nem mindegy áll, hogy ki a szakács. És valószínű, hogy az, hogy a tökfőzeléket a Matyi bácsi ilyen nagyon megszerette, a szakácson is múlott. Hálásak vagyunk értetek. Hadd mondjuk el még egy nagyon rövid történetet. Itt hallottuk egy ökumenikus imahét alkalmából, lehet, hogy emlékeztek rá. Olaszországban egy újságcikk jelent meg, ahol 100 év fölötti emberekhez kiment az újságíró interjút készíteni. Hosszú házassági évfordulót, nem is tudom, hanyadikat ünnepelték. És azt mondta az újságíró a párnak, hogy olyan hosszú életet éltek, egy évszázadon keresztül éltek már. Annyi minden történt ebbe az évszázadba. Voltak háborúk, forradalmak, technikai vívmányok, és annyi minden nagy dolog történt. Tessenek megmondani, hogy mi a legnagyobb az önök életében az elmúlt 100 éves időszak alatt, és a idős úr azt mondta, hogy hát az elmúlt 100 év legnagyobb eseménye az a mi szerelmünk. Hát én is azt gondolom, hogy így van. Isten áldjon meg benneteket, és hadd olvassak föl egy nagyon-nagyon ismert áldást. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek orcáját az Úr, és adjon nektek békességet. Köszönjük szépen a köszöntést, és mindenért Istené legyen a dicsőség, az áldásért, a kegyelemért és a megtartásért. Kedves gyülekezet, Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk. Hirdetésekből szeretnék valamennyit elmondani. Mindenekelőtt szeretettel köszöntünk mindenkit, aki eljött a ma délelőtti Isten tiszteletünkre. Külön hadd köszöntsem azokat, akik vendégként vannak jelen, akár Hanna bemutatása kapcsán, akár a házassági évforduló kapcsán. Isten legyen mindannyiunkkal, és az ő szeretetét plántálja egyre mélyebben a szívünkbe. Ne feledkezzünk meg a betegeinkről és az értük elmondott imádságokról. Köszöntjük Roszinszki Jánosnét, aki műtét után, sikeres műtét után van itt körünkben. Örülünk, hogy az Úr meghallgatta az imádságainkat. Pintácsi Gábor testvér is túl van a műtéten, aki szintén kérte, hogy imádkozzunk érte, üdvözli a gyülekezetet. És ne feledkezzünk meg Oroszi Juditért imádkozni, aki szintén kéri a gyülekezet imádságát, aki hamarosan műtétre megy kórházban. Bemutattunk egy aranyos kisgyermeket, egy hónapja bemutattunk egy aranyos kisgyermeket, és hála Istennek megint keressük az újabb dátumot a gyermek bemutatásra. Az elmúlt héten született Lénárt Balázs, akit hamarosan meg fogunk látni. A Jóisten ajándékba adta őt a szüleinek, a családnak. Örülünk, hogy a baba is és a mama is
jól van, imádkozó szívvel gondolunk rájuk is, és az egész családra. Reméljük, hogy hamarosan találkozhatunk majd vele is az úrházában. Kedves gyülekezet, ma délután 5 órakor lesz Isten tiszteletünk. A délutáni Isten tiszteleten Tóka Szabolcs orgonaművész testvér fog majd orgonálni. Ennek egy kicsit az apropója az, hogy az orgonánk újra szólt, észrevette a gyülekezet. Egy évvel ezelőtt kezdődött el az orgona teljes rekonstrukciója. Hála mindenhatónak, hogy az orgona bizottságban levő testvérek nagyon jól dolgoztak. Jó szakembert választottak ki, aki felújította az orgonánkat. Még nincsen teljesen kész, de ma szólalt meg először az orgona. Tóka Szabolcs testvér az, aki szakmai szempontból tagja volt ennek az orgona bizottságnak. Természetesen, hogy lesz, ahogy volt egy orgona búcsúztató koncertünk, lesz egy orgonavató koncertünk is, valószínű, hogy február elején, amely koncerten majd Tóka Szabolcs testvér fog orgonálni, és a gyülekezetünknek a kántorszolgálatot végző testvérei. Majd hirdetjük ezt az alkalmat, ahogy közeledik. Ma délután este 6-kor a Békefi Pálteremben elöljárói alkalom lesz. Kedden a női klubnak jött el az ideje, csütörtökön 10 órakor Baba-Mama klub lesz, délután 3 órakor Szépkorúak klubja, és este 6 órakor pedig Biblia tanulmánya Velesz házban. A pénteken szokásos korosztályos alkalmak a tini, illetve az ifjúsági alkalom elmarad. Testvérek, készülnek már, többször hirdettem, hogy péntek és vasárnap között most gyülekezeti hétvégét szervezünk a Balatonszászói Református Konferencia Központban, pénteken kora estétől vasárnap délutánig, 100 körül van a jelentkezők száma, úgyhogy Isten tiszteleteket a hétvégén itt nem tartunk. Bátorítjuk a testvéreket, hogy interneten nézzék más gyülekezetnek az igehirdetését, illetve a szomszéd gyülekezeteinket látogassák meg. Még ma estig van lehetőség jelentkezni dr. Léránt István testvérnél a szárszói programra. Arra is van lehetőség, hogy valaki csak egy napra tud eljönni. Az utazással kapcsolatban majd Árpád József testvér lesz a koordinátunk, a logisztikáért felelős előjáró testvér. Ha lesz sofőrje a gyülekezeti autóbusznak, akkor arra is számíthatnak majd a testvérek. A hirdetések között szeretnék megemlíteni egy halálhírt. Medgyesi József nyugalmazott nagyváradi lelkipásztort, a Jóisten 92. életévébe magához szólította. Jól ismerte a gyülekezet Medgyesi József lelkipásztort, hiszen a gyülekezet centerállami ünnepségén ő volt, aki szervezte a kiállításokat, gyakran prédikált a gyülekezetünkben, fiatalabb korában, és Mihály Mátyás testvéréknek volt mindig a vendége. Azok, akik különösen közel voltak Medgyesi testvérhez, az életükre a Jóistennek a vigasztalását kívánjuk. Tovább haladva a dátumokon, december 12-én, hétfőn 1:45-kor lesz Detári Miklósné testvérnőnknek a temetése a Kerepesi úti temető szóró parcellájába. Igyekezzünk minél többen részt venni ezen a... Kérem? A Kozma utcai temetőbe. Köszönöm szépen. És még szeretném a testvérek figyelmét felhívni a december 18-ai alkalmakra. Délután az ifjúság a főtéren fog szolgálni zenével, bizonyságtétele és csoportjelenettel, akiknek van lehetősége, vegyenek részt ezen az alkalmon. A hirdetéseket itt most lezárjuk, és a befejező énekek után szeretnék majd még egy mondatot elmondani. Mi üdvös tudnom, Jézus enyém, ennek felettébb örvendek én. Így kezdődik 243. énekünk, melyet fennállva énekeljen a gyülekezet. Énekünknek az első, második és a harmadik versét énekeljük el.
A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halálból a juhok nagy pásztorát, ami urunkat, Jézust, tegyen készít titeket minden jóra, akaratának cselekvésére, és munkája bennünk azt, ami kedves ő előtte, ami urunk Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Az Úr közel, jövel, Uram Jézus. Foglalni helyet a gyülekezet. Egy mondatot szeretnék még mondani. Információink szerint egy piros ruhás, fehér szakállú ember tart a kisterem felé, úgyhogy akik gyermekek és életkor szerint gyermekek, azokat szeretettel várják a kisterembe. Az Úr áldja meg életünket.